11 cég képviseltette magát az Óbudai Egyetem állásbőrzéjén. Ők a gyakorlati képzési kínálatuk mellett konkrét állás lehetőségeket mutattak be az eseményen. Egy nagyon jó lehetőség, hogy körülnézzenek, hogy milyen a kínálat a munkaerőpiacon, kipróbálják magukat kommunikációban a cégek felé. Itt lehetőség van rögtön lefolytatni egy állásinterjút is. Több másodéves is ellátogatott a rendezvényre, hogy feltérképezzék a város munkaerőpiacát. Homola Száva jelenleg a műszaki menedzser alapszakon tanul. A tanulmányaink mellett is megismerkedjünk a munkaerőpiacsal, feltérképezzük, és esetleg diákmunkát is vállaljunk így a tanulmányaink mellett, illetve majd, mikor megszerezzük a diplomát, akkor utána hova célszerű menni. Az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karára jelenleg 1000 hallgató jár. Az elmúlt években rengeteg fiatal maradt Székesfehérváron és helyezkedett el valamelyik vállalatnál. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy egy olyan kar, amely sok-sok hallgatót képez a városipara számára, adjon lehetőséget mind a hallgatók, mind pedig a városban esetleg álláskeresők számára arra, hogy megtalálják az ideális munkát. Szerencsére a karon hallgatóknak nagy része ugye duális képzésben már mondjuk úgy, hogy letette voksát egy cég mellett ugye elsős kora óta, de a nem duális hallgatóknak is fontos, hogy akár a szakmai gyakorlatra, akár pedig nyilván a diploma átvételt követően pedig már egy fix állása legyen. Az egyetemi hallgatók mellett a városban és a térségben élő álláskeresőket is tárt kapukkal várta az Óbudai Egyetem fehérvári állásbőrzéje.